Na, próbáljuk meg még egyszer, hát ha esetleg most nem fagyok ki. Még mielőtt felszállok, vagy még miután felszálltam. De kurva jó, hogy mondod. Nem is pikus. Én eddig kontrollt adoztam, na, arra jöttem, hogy elhívjunk. Most már jó. Több köszönöm. Ez nem tudom, ez kintről. Azaz. Csak az egérem... Egeremet tüntetné el mindig. Ezt annyira gyűlölöm. Ezt majd eltüntetik. Hát nem, az csak tudod, amikor ezért valamit nyomkodsz az egérre, és akkor ott marad az egér mutató. És így régen az volt az 1.2-ben, hogy így ezért, hogy így eltüntette magától. Lehet, hogy rövid lesz a beton. Ne, nem. 273 körül. Hát, hogyha nem vagy éppen magasabb súly, mint, vagy súlya, mint a felszálló súlyod, igen, akkor annyi. Én nem szoktam lenyitni a felszállót, nem szeretem. Így jobban gyorsult. Hát én meg úgy vagyok vele, hogy mire odaérek, úgyis azért el fog fogyni a fele, úgyhogy... Miért ne? Szocsi hosszabb. Többiek ezt a bál is szeretik. Hihihi, szállnak ám a TDU 97-et. Mit találtál? Mondom, már két CDU 97-től megszabadultam. A mocskosul hiányzik az A10-ből az, hogy izé... Tudod, az izé a waypointra oda nyomtad a TGP-t, azt jó van. Ezt mondtam régebben, sokkal nehezebb. Itt van kihívás. Ezért nehéz őket összehasonlítani, mert más a feladat körül. Nem. Ugyanaz. Csas Seat. Csas Seat. Az átéges sosem volt jó szívre. Dehogy nem. Csak a régi szemükkel jó. Az A nem volt jó, igen, az A nem volt jó, mert az A10 az kifejezetten csak és kizárólag ezért egy Csasra csinálták, de a C az jó. Ennek semmi baja. Sőt. Hát így van, és? És a 25D meg röhögve 1000 km-ről kilavíjuljon ezt, mert ő most csak antiradar. Igen, csak antiradar. A többivel nem tud mit csinálni. A többi ugyanúgy leszedi. A többinek ugyanúgy neki el kell bújnia. Hű, jó, hogy mondod. 6 km max. Tényleg lenne még jó. Még erősebb. Elfelejtettem beállítani azért... flareket, hogy a joystickról menjen. Bakker. Mit találtál?
Na, eddig elfelejtem bekapcsolni a mellőket. Mindegy, kúra így. Én meg általában már a földön bekapcsolom. Ah, látom, adtál nekik. Mit mondtál, Vikrt, mennyiről lehet lőni? 8 km körül. Van a 9 a beosztás. Override a 9-ről is elmegy. Ja, látom, megvan a beosztás. Ez kell ilyen. Mert nem kapcsoltad fel. De. Méghozzá megvártam az alignmentét a videónk és akkor utána kapcsoltam. Ó, az nem jelent semmit sem. Launch. Nem tudom, itt mit kell mondani, amikor indítok egy vékert. Ja. Hát ez nem talál. Automatán befogja a célt. És tartsa át, míg becsapódik a repült. Hát nem akarja. Ja, hogy ez halott, aha. Jó van, taxin dob ki, rohadjon meg a játék. Te Firewing hagytál nekem valamit? Egyáltalán? Csak egy hülye kérdés, tudom, de... Biztos maradt még. Még csak negyedik CDU eset. Tartok felfelé, simán mutatom. Még... Látom. De pöttyök, de pont láttam azért a CBU szétválását. Mókás lesz, ha jól látom. Már elég van. Van szél? Nem szeretem. Gyakorlásra nem is váltott előtt, ja. Egyik szerven rakod be. Szerát, aztán leledül a Star Wars, az orfutó szúcsonyokat. Tűzi játék! Engem hányszor dobott ki kétszer, vagy háromszor, de most már jó. Ah, jó. Most már én is végre elértem a célterület fölé. Ja, azért lezúzta a morálomat, hogy felszállni sem bírtam kétszer. Hát ezt gondolom én, mondjuk akkor még szúszóntem, próbáltam. Pont mielőtt kiutottam volna a kifutóhoz, pont akkor úgy. Mit kell mondani, amikor indítok egy Vickert? Ment. Vickert lőttem ki. Paf. Remélem, hogy őj! Puszka rakéta, valami ilyesmi valószínű. Itt a rakéta! Ebből én is csak a rifle-t ismerem. Hát, mert csak az amerikai ézét ismerem én is. Brevity-t. Illetve nem amerikai, hanem NATO. Puszka rakéta. Jól van. Három 9-400 alatt nem repült, de buzi. Vagy csak túl gyorsan húzom. Elvalószínűleg túl gyorsan húzom. Figyelj, az A3 szétes kögé. Gyorsan néz. Подавление
Akkor rájtózásból. Azt szeretem a SZU gépekben, hogy így mindenféle előzetes figyelmeztetés nélkül közli veled, hogy ja, igen, most van az a pont, amikor át fogsz esni. Távol indikátor, figyelj. Igen, csak nem figyelem. Meg kell szokni. Igen, igen. Egyébként vannak trükkök, situation, visszakorlátolod, akkor nem kell. Jó, én viszont följebb megyek egy csatival, szerintem megmondom a single player-t, csak gyertek át, ha valami van. Játszom ezt a izet, ti játszottátok a... Hát így célra mindjárt mondom, mi a neve a kampány. Aha, George and Hammer, ja végignyomtam már. Nem, három. Nekem vagy 8 vagy 9 campaignem van. Van a Valley, van a Jackal, van a Badger, van a... Hű! Egy pontot van, az nem dob ki, a Valley az kidob, de ami nagyon tetszik, az a Sturmovik. Sturmovik? Aha, azt játszottad. Nem. Az az egy eredeti DCS kampány, de csak az oroszoknak adták ki, és valaki most le feliratozta a orosz telefon. Arról, hogy az első pálya, hogy a repteret megtámadják az oroszok, akik kaptak két átízes tesztelni az amcsiktól, és így evakuálják az egész repteret, viszont te valami orosz ügynök pilóta vagy, aki ott így ott találja magát, és el kell ott az átízni. Föl tud rakni valahova? Mindjárt adok linket. Zsír, köszi. És annyi a első pálya, hogy így üvöltöznek oroszul a rádió, vagy feliratot. Hagyjad a rendszereket a picsába, csak így nincs el, és így újjáján. De jó. És semmit nem tudsz az elején, csak hogy 30 mérföldet mennyi 3-20-as irányba, és akkor ott felveszik veled a kapcsolatot az orosz csatornát. Kemény, kemény. Hajóra kell leszállni? Nem, nem, tovább küldenek egy repülőt. Ja, jól van. Ami már így orosz repülő, és akkor a második missziónál vagyok most, ami már kellően nehéz nekem. De ott annyi, hogy így átmestik. Bár rábasznak egy vörös csillagot, és gyakorolni, mint az első pár küldetésnek után viszont egy gyakorlás, hogy tesztelik a fegyverzetet a sztori szerint. Fagytam. Nekem megy pedig. Launch! Rajta kell tartani végig, mi? BAM!